Köszönetet mondani mindazoknak, akik a járvány nehéz heteiben embertársaikért dolgoztak, óvtak mindannyiunkat a láthatatlan ellenségtől, gondoskodtak testi és gyakran lelki egészségünkről is. A zene hangja szállt a Dunán, hiszen a helyszíne a személyi hajókikötő mólója volt. Nem véletlenül a Dunán lett megrendezve, mert a Duna úgy gondolom, hogy mindenkié, és ez a koncert is mindenkié. Nem csak azoké, akik dolgoztak és megállták a helyüket a mindennapokban, hanem azok is, akik esetleg elkeseredetten ültek otthon, a munkájukat elveszítve. És azoknak az anyukáknak, akik esetleg home office-ban dolgoztak, és a gyerekek otthon körülöttük, hát kicsit rendetlenkedtek. Az eseményt a világhálón lehetett élőben nézni, de voltak, akik a muzsika hangjára sok-sok hét után ismét ellátogattak a Dunapartra, örventek barátaiknak. S a színpadról, amelyen fellépett Bernát Tamás színművész, Vadkert Imre előadó művész, Valach Tünde, a Tequila Showben zenekar énekese, és az instrumentális zene észak-komáromi kiválósága a Memória Team együttes, szimbolikusan újra elindították a közösségi életet a városban. 2,5 hónapig be volt zárva a világ, nagyon sokan otthon ültek, és csak negatív, rossz híreket hallgattunk. És úgy gondoltam, hogy az örömöt vissza kell csempészni az embereknek az életébe. Bernát Tamás, az Észak-Komáromi Jókai Színház művésze a járvány kitörésekor a közönsége nélkül maradt. A főpróba hét előtt zárt be a színház. Éppen a Szeretkezz, ne háborúsz című darab bemutatójára készültek. Tamás bohóz doktorként is segíti évek óta a kisbetegeket. Nem tudtunk a gyerekosztályokra járni bohóz doktorozni, és akkor kitalálta ugye sok mindenki, hogy online, úgy ahogy a gyerekeknek az online tanítás, akkor nekünk is ilyen online látogatások a kórházban, illetve a színház is. Mi tevékenykedtünk ez alatt a 2 hónapos időszak alatt, mivel a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetségnek segítettünk egy felkérésre, és akkor a színház színészei felolvastak meséket, különböző olvasmányokat a gyerekeknek, és ezzel is próbáltuk őket támogatni, illetve segíteni ebben a helyzetben, és nekünk is jó volt egy kicsit más dolgokat kipróbálni. Vadkert Imre, a Kormorán zenekar énekese, előadó művész nagy örömmel lépett fel a rendhagyó hangversenyen. A karantén időszakában távstúdióban énekelte fel Koltai Gergely Úr oratóriumának dalait, munkálkodott az első szólólemezén, de a megszokott koncertek energiája, közönsége nagyon hiányzott neki. Először megijedtem, megmondom őszintén, a hirtelen rohanásból, ugye előtte itt voltam Amerikában, majd Erdélyben, és utána 2 héttel bekerültem karanténba. Úgyhogy seki sebbe, hozzánk se jöttett senki, család sem jöttett sehová, és hát nagyon nehezek voltak az első napok, de utána viszont meg annyira megszoktam, hogy amikor már utána mehettem ki a szabadba, már akkor sem mentem, annyira megszoktam otthon. De hát nyilván azért kijártam. Abban a szervezők, fellépők és a fellépések maroknyi közönsége egyetértett, hogy az élet már nem lesz ugyanolyan, mint a járvány kitörése előtt volt. S meg kell tennünk mindent azért, hogy jobb, szeretetben gazdagabb legyen. Meg kell találnunk az elmúlt hetekben a pozitívumokat, amelyeket meg kell tartanunk, s lassítani élettempónkon. Akár hosszabb életű is lehet ezáltal, hogy nem hagyja szét magát az ember. Hát én bízom benne, legalább ennyi pozitívum van. Meg hát szerintem most az, hogy aki idáig rengeteget ingázott, és most a családdal lehetett, egy picit jobban összekovácsolta a családot. Bár van a másik oldala is, ugye van ez a mindenféle ilyen, mindenféle mémek, hogy most vagy sok gyerek születik, vagy rengeteg vállás lesz. Tehát én bízom az előzőben, hogy rengeteg gyerek fog születni. Az anyukák, a fiatal anyukák azért feltalálták magukat, mert megtanultak még kenyeret sütni is. És igen, akár a frissen sült kenyér illata, kóstolása is összehozhatja majd ismét a rokonságot, barátokat. És igen, ez is az üzenete a hangversennek. Legyünk sokat együtt, hiszen együtt erősek vagyunk, le tudjuk győzni a láthatatlan ellenséget, és ez erőt adhat azoknak, akik most is értünk harcolnak, erőt adhat azoknak, akik elvesztették munkájukat, megélhetésüket. Vigye a hírt a Dunavize, itt vagyunk, nem adjuk fel, és köszönjük nektek!